Szombat, szeptember 28-a. Meneküljünk ő hozzá. Jobb könyve, 8. fejezet, 5. és 6. verse. De ha te az Istent buzgón keresed, és a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. A nehézségek a legtöbb ember számára élettapasztalatokat jelentenek. Állandó jelenlétüket maga a megváltó is igazolta. Ezért bátorította a megfáradtakat és megterheltetteket, hogy meneküljenek ő hozzá. Ellen White a következőket írta a megváltóval kapcsolatosan. Krisztus szívében tökéletes harmónia honolt Istennel, és béke is tökéletes volt. Sohasem kábította el a dicséret, nem törte le sem a bírálat, sem a csalódás. A nehézségekhez való viszonyulás vagy tönkreteszi az ember egészségét, vagy éppen sikerre vezeti és megerősíti a jövendő megpróbáltatások előtt. A 91. Zsoltár szerint a hívő a mindenható árnyékában nyugszik, mivel számára Isten oltalom a nehéz időben. A ma reggeli szövegeket nagyon sok bibliai személyiséggel szemléltethetnénk. Közülük kiválasztottam Keresztelő Jánost, akit Heródes börtönbe zárt, mert volt mersze szót emelni bűnével szemben. A tanítványokhoz hasonlóan Keresztelő János is várta, hogy a Júda nemzetségéből való oroszlán megsemmisítse a rómaiakat, ezért volt felfoghatatlan számára Jézus részéről a halogatás. Ezzel kapcsolatosan a proféta ihletet magyarázattal szolgál. János nem osztotta meg kétségeit, aggodalmait társaival. Elhatározta, hogy megkérdezi Jézust, üzenetet küld neki. Vágyott néhány szóra, mellyel Krisztus közvetlenül igazolja magát. Amit meg is kapott egy gyöngéd dorgálás formájában. És boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. A történet szép része az, hogy Keresztelő János elfogadta a feddést, tisztánlátást nyert a messiás munkásságának természetére vonatkozóan, és átadta magát Istennek, életét és halálát is az ő legjobb belátására bízva. A menekülés, a futás egy fizikai gyakorlat, ami jótékonyan hat az emberi szervezet egészségére. Istenhez menekülni lelki gyakorlat, ami nélkül nincs lehetőség elnyerni az üdvösséget. Meneküljünk ma is Istenhez, a Jézus Krisztus által hozzánk intézett mennyei elhívás jutalmáért.